Óbecsén többen is elégedetlenek a távfűtési számlák miatt, ugyanis az elszámolás nincs összhangban a fogyasztással, hiszen akik egyedi távfűtés fogyasztás mérőkkel rendelkeznek, nagyobb számlát kapnak, mint azok, akiknek nincs műszerük. A lakóépületünkben csupán két lakásban nincs fogyasztásmérő, a többiben van. Novemberben és decemberben történt, hogy az azonos emeleten lévő lakásokban nagyobb számlát kaptak azok, akiknek van fogyasztásmérőjük és spórolnak az energiával. Novemberben a lakóépületünkben az a lakó, akinek nincs fogyasztásmérője, 8,5 ezer dinárt fizetett, míg az azonos emeleten lévő szomszédja ugyanakkor a lakás fűtésére fogyasztásmérőkkel 16,5 ezer dináros számlát kapott. Az elégedetlen lakók már február elején átadták kérelmüket a Toplana közvállalatnak, amelyben az elszámolási rendszer módosítását követelik. Azzal a kéréssel fordultunk hozzájuk, hogy valamit javítsanak a helyzeten, de nem kaptunk választ. Ekkor aláírásgyűjtésbe kezdtünk, és több száz aláírás gyűlt össze, valamint kérvényeztük a Toplana illetékesei és a fogyasztók közötti gyűlés megszervezését. A fogyasztók közül többen teljesen lemondanának a távfűtési szolgáltatásról, de még ebben az esetben is kötelesek fizetni a 30%-os, úgynevezett fix összeget, attól függően mekkora a társasház fogyasztás. A Toplana elismeri a problémát, és azt ígérték, új elszámolási rendszert vezetnek be azokba a társasházakba, amelyekben nincs minden lakásban radiátoronkénti költségelosztó. De erre esetleg csak a következő fűtésszezonra kerül sor.